Katalina azért jött el hozzám, mert volt mennyit szeretne számon kérni. Sokan. Jól tudom, hogy ott hagyta egyszerűen három gyereket? Elsőnek egy gyereket hagyott ott egy hónapos korában. Egy gyereket? Egyet. Aztán kettőt beadott az intézetbe, onnan mi kivittük. Hát akkor jól mondtam, három gyereket ott hagyott. Úgyhogy ez a három pici itt a színes képen. És ő most a negyedik, aki hozzánk került. Ő szívbeteg. Ő is a Nikolettának a... De a fiának a... A fiának a... És a fia gyereke. Mit csinál? A fia nem veszi észre, hogy itt baj van? A hogy, fiam hogy jelen pillanatban a házámban. Az a baj, hogy egy olyan kapcsolatban, ahol anyaságra alkalmatlan a partnere, akkor miért vállalnak gyereket? Ezt én is megkérdeztem tőlük. És mit mondanak? Állítólag a Nikoletta becsapta, hogy gyógyszert szed, hurok van föltéve, de utána sorba jöttek a gyerekek. És ahogy de első után rendben van. Jó, mit mond Nikoletta? Nikoletta nem mond semmit, ő abszolút nem is foglalkozik a gyerekekkel. Tehát ha születik egy baba, akkor azt mondja, jó, tessék fölnevelni, vagy mehet intézetbe, őt nem érdekli. Tehát játszik velük pár hónapig, mint egy játékbabával, aztán ugye eldobja szépen. Egyszer sem volt lehetősége, hogy Nikoletta beszélgessen őszintén az egész dologról? De amikor nálunk lakott, lejött a legelső gyerek, amikor megszületett nekik, leköltöztek hozzánk, mert nem volt hol lakniuk. A fiam akkor elment dolgozni, Nikoletta összeszűrte a levet a szomszéd fiúval, akkor egyszer le tudtam vele ülni, hogy legalább egyik kapcsolatát zárja le, és csak aztán kezdjen egy újba. Akkor annyit tett, hogy keresett egy munkahelyet, de tőlünk távol, megkért, hogy vigyáznék a gyerekre, hát ugye, mint unokám, persze, hogy vigyázok a gyerekre, ő elindult dolgozni címszó alatt, úgy eltűnt az életéből a gyereknek, hogy mondom, azóta egyetlen egyszer látta. Ez mikor volt? 7 évvel ezelőtt. 7 amikor évvel ott felejtette a gyereket, mint egy csomagot. És ön sem találkozott azóta Nikolettel? De. Mikor? Egy alkalommal itt voltam a testvéremnél Pesten, akkor de mikor találkoztunk. Volt hát ennek akkor volt a kisfiú olyan 6 éves körülbelül. Hát akkor 6 és fél éve. Na, 6 és fél évvel ezelőtt. Hát megmondom őszintén, akkor a Nikit, mert megkérdeztem tőle, hogy... Általában nem vagyok híve ennek, de itt nem tudok ellent mondani. Én se, nem szeretek verekedni, nem szeretek veszekedni. Nem is kell. Isten ments. Én szeretek mindent úgy, magam módján úgy nyugodtan megoldani, ha lehet, de akkor nagyon belém jött az ideg, mert megkérdeztem tőle, hogy hova indult. És mondta, elismert, hogy dolgozni. Hogy a gyerekének több legyen, meg jobb legyen. És kérdeztem tőle, hogy akkor mondd meg, hogy mit adtál eddig a gyerekednek. És akkor... Mint aki nem ebbe a világban, miből? Jó. Hát... Most idejön. Kíváncsi vagyok, miket mond. Én is. Szeretném, én azon leszek, hogy ő benne a lelki ismeret furdalás jelen legyen, amíg él. Azt nem lehet garantálni, hogy ettől a beszélgetéstől ő fantasztikus anya lesz, felelősségteljes, nem tudom milyen. De az biztos, hogy ne éljen úgy, mintha mi sem történt volna. Neki ma hallania kell azokat a mondatokat, én ebben leszek segítségére. Ha mellékhatásaként csoda folytán, ha szuper anyává válik, akkor mellékhatása ennek a beszélgetésnek. Jó? Jó. Akkor mennyi a következik? Rendben. Fölkészült? Föl. Nikoletta. Adja oda, hadd lássa. Nem, csak megmutatom, nem persze. Adom. Megismered őket? Meg. Meg. És választ most... is tudsz arra adni, hogy miért felejtetted el ezeket a gyerekeket? Én nem felejtettem el őket. Nem felejtetted el? Egy névnap, egy születésnap, egy karácsony. Eszedbe jutott, Niki? Eszembe. Eszedbe? És nem tudod a telefonszámunkat? Én elzárkóztam előled? Kérdezlek, elzárkóztam? Nem. Akkor miért nem kerested őket?
Miért nekem mondják azt, hogy anya, amikor én a nagymama vagyok? Azt mondtátok, hogy lemenni nem menjek, csak egyedül. Mert kivel akartál jönni? Hát gondolom, hogy nem magamba megyek akkor. Van két gyerekem még, plusz... Igen, én erről tudom. Plusz egy párom. Igen. Tudod, mit lejöhettél volna a pároddal is, hogyha a telefonba legalább egyszer, hogy névnap, születésnap van, fölhívom anyósomat, hogy Isten éltesse azt a gyereket, ha nem is tudja, hogy ki vagyok, de mondja meg neki, megmondtam volna, hidd el. Ott hagytad nekünk igaz a képet, a lemezt. Én föl szoktam tenni a gyerekeknek, hogy ez az édesanyátok, ez az édesapátok. Engem hív anyának, meg Attilát hívja apának. Tudod, mi az, Niki? És én mondom, hogy gyere majd mama ad, gyere majd mama megcsinálja, és én nekem mondja, hogy anya, én kapom az anyák napi virágot, nem azért, hogy nem esik jól, nagyon jól esik, de a szívem szakad ki, hogy annak a négy szerencsétlen gyereknek ilyen anyja van, mint te vagy, tudod? Mert nem tudok rád mit mondani, hogy egy vagy. Nikolett, van önnek még két gyereke? Van, igen. És maga neveli? Igen. Ezek a gyerekek mekkorák, amik? 2 éves és 1 hét hónapos kislány. Ön most ő fiával él? Nem. Élt. Már véget ért? Igen. És nem számítanak ezek a gyerekek? Négy De, gyerek? Ugyanúgy számítanak. Hogyan? Hát mit jelent, ugyanúgy? Ugyanúgy számítanak, mint az a kettő, akit nevelek. De mit jelent, De őket nem tudom most magamhoz venni, hogy neveljem őket. Bocsánat. Ha megtehetném, megtenném. Ha miért nem teheti meg? Hát mert egy az, hogy most kis lakásban élünk. De bocsánat, akkor miért szült meg két gyereket? Hát... Ha jól tudom, ez a két gyerek a nagy gyerekek után születtek. Négy van, persze. Már tehát előbb ők születtek, utána születtek. Már ott van embernek gyerekei, akivel 7 éve nem tart kapcsolatot szinte, akinek egy puszit nem adott, most pénzről meg arról nem beszélek, akiért nem képes meghalni, egy anya az képes meghalni. Aki nem képes meghalni a gyerekért, az nehezen nevezhető anyának. Miért szült még két gyereket? Azok miért magával vannak? Azok azért velem vannak, mert a mostani párom igenis normálisan neveli a gyerekeket, és ő el van velük. Ellentétben az ő fiával. Bocsánat, fia szült? Az ő fia szült? Ki az hát anya? Nem ő szült, csak hát anya? Igazság szerint ő lett volna a család fenntartó. De pedig én. De akkor miért szült 4 gyereket? Ebből a kapcsolatból? Hát mert úgy gondoltam, hogy talán megváltozik. Akkor miért nem vált 8 gyerekig? Hát vagy 26-ig? Nem érti az abszurditását? Nikolett? Ne magyarázkodjon. Megmagyarázhatatlant nem lehet. Hát eldobta ezt a 4 gyereket. Nem számít magának. Különben álmatlan éjszakai lennének, különben odarohanna, minden tudnám, vállal. Mennyi van? Hojoj. Tessék? Tudnám ennyi álmatlan éjszakában? Remélem, hogy még sok. Mert nincsenek álmatlan éjszakai, mert akkor lennének eredmények. Azt mondta, hogy Attilát szólítják apának? Igen. Igen. Neki mi a vélemény az egészről? Neki is ugyanolyan jó véleménye van Nikiről, mint nekem. Hát legtöbb embernek, ha ez a történet hallja, akkor ez a véleménye. De nekik szerencséjük van, mert kapják ezektől a gyerekektől azokat az élményeket, a szeretetet, amiben magának sose lesz része. Remélem, hogy ebből a beszélgetésből valami fölébred magában. Mert maga a vesztes. Most mosolyog, vagy? Nem. Ha nem? Ha mosolyogok, azt látni. Szerintem, de érti, amit én mondok. Te föl se fogod, amit neked mondanak. De vagy nem. Nem akarod nem felfogni. Ha szerencséje van, akkor felfogja. De könnyű mindig engem nézni a rossznak. Hát nem. Maga az anya. Persze, Niki, én vagyok az anya. Ezt nem én. Nézlek rossznak. Ennyi. Én ugyanúgy hibáztatom a fiamat ennyi, is. Ennyi, nincs több. De én 5 saját gyereket szültem. 5-öt. Ezekkel a 10. gyerek, akit nevelek, de egyet se adnék oda, semmi pénzét, tudod? Nincs az az ember, aki odaadnám a gyerekeket. Nézze, lehet, hogy ő fia ugyanolyan hibás, mint maga. Ugyanolyan hibás. Nem arról beszélünk. De a saját részét, ha nézzük, mint anyai részt,
akkor nem lehet megmagyarázni, mert hát az ő fia is hibás. Tény. Saját felelősséget kell felvállalni, nem a másokét, az könnyű. De kíváncsi vagyok. Én nem mondtam, hogy én nem de azt mondja, hibás. Hogy mindenki... Én csak azt mondtam, hogy nem csak engem kell okolni. Magát kell okolni. Én nem vagyok ártatlan, én ezt nem mondtam. Nem, ez több, mint ártatlan, vagy nem ártatlan. Én ezt nem mondtam, én nem vagyok ártatlan, én ezt nem mondtam. Nem bánnám a mai napig, ha az összes gyerek mellettem lenne. Jó szándékkal... Tettél érte valamit? Figyelj! Haló! Szeretnénk mondani valamit neki. Jó szándékkal, és azért mondok, hogy ezt megértse, hát ha még létrejöhet bármi, mert semmi sincs kizárva. Ez nem hiba, ez bűn. Ha. Saját magával szemben, igen. És a gyerekekkel szemben. És ővelük szemben, mert őket valami olyasmire kényszerítenek, amely örömteli, meg boldogan teszik, de ők nagyszülők, nem az ő felelősségük. De kíváncsi vagyok, hogy ezt a pozitív dolgot, ami felelősség is, nehéz is, de ezt az egész dolgot a párja hogyan éli meg. Jó? Igen. Nem sokára ő következik. Reklám után Attilával folytatjuk. Reklám előtt megismertünk Katalint, aki képtelen megérteni, hogy a volt mennye hogyan dobhatta el magától 4 kisgyereket. És megismertünk Nicolettet, aki képtelen erre válaszokat adni. Most a Katalin jelenlegi párja következik, Attila. Milyenek a gyerekek? Jók. Jók? Jók. Mi a kedvenc ételük? Nem válogatnak mindent, amit szeretnek, mindent megesznek. Mi a kedvenc játék a nagyobbiknak? Azért kérdezem, hogy Nikoletta tudja meg ezeket. Legnagyobbnak az építőkocka. Építőkocka? Igen. Krisztiánnak is. Születési dátumaira emlékszik, Nikolett? Emlékszem. Minden négynek? Minden négynek. Tessék? Minden négynek. Vártam eddig, hát ha megkérdezi, hogy a kicsinek, aki szívbeteg most, mi a helyzete, hogy van most? De nem kérdezte meg. Én nem, én a nagyobbról szeretnék kérdezni. Nem, a kicsi, aki beteg, szívbeteg. Ő is beteg, ha minden igaz. És elmondhatom, hogy miért beteg? Elmondhatom azt is, hogy úrnak? Mert ugye szívműtét, gyereket vinni kell vizsgálatot, kontrollra. De míg Pesten téged volt, folyamatosan te fiam, tudtam is, hogy mi van a gyerekeid érdekelnek? Én ott voltál nálunk, ugye? Ettél, leléptél. Elküldted Ferikét, hogy majd jössz te, és utána már gyereket vinni kell kontrollra, ugye? És mit telefonáltál? Hát Ferike, nem megyek haza, mert én itt maradtam a kannan. Majd gyűjtöljük egy csávóval. Ennyi volt az egész, ugye? Igen. Nem véletlenül. Véletlenül? Mondom, nem véletlenül voltam. Nem véletlenül. De Niki, te ugyanezt csináltad akkor, amikor ott laktál nálunk, akkor is elmentél sétálni a gyerekkel, közben kiderült, hogy Kandúrral mentél a temetőbe, ott hagytad a előtt a gyereket a kocsiba, elmentél ibolyát szagolni a hapsival, így volt, vagy nem így volt, a szemedbe mondták. Tanúk vannak rá. Nem hagytam tanuk ott a gyereket mondták sehol. A szemedbe, hogy ott hagytad. Én vettem a gyereknek a babakocsit, megismerték, ugyanis én a gyereket mindenhova vittem magammal, igaz? Nem utána, a gyereket, oda, utána nem is engedtem is el vele sétálni. Mai napig is ezt mondom, hogy én nem hagytam ott a gyereket, soha nem is hagytam annak, volna. Miért nem merted? Azzal a hapsival akartál elmenni dolgozni, csak az észrelét lelépett időbe tőled. Az időbe lépett. Nikolett, 7 év alatt hányszor látogatta meg a gyereket, gyerekeket, ezt a 4 gyereket? Egyszer. És ez elég? Nem. Ez mit jelent akkor? Ön szerint? Mennyi lenne normális egy anya részéről? Semennyire. Többek között. Azt mondja, 300 kilométer. Ott a 4 gyerek. Miért nem költözik valahol közelükben? 3 kilométerre. Miért nem költözik oda? Miért nem költözött oda, ha fontosak a gyerekek? Akkor csak 50 métert kell menni. A gyerekek közelébe lenni. Mert ezek hamis magyarázatok. Persze, hogy az.
és még vállalni plusz gyerekeket, hogy esélyese legyen, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozzon? De esélye van. Hogy? Mikor? 20 év múlva? Nem, ugyanúgy tudnék velük is foglalkozni. És mi az akadálya? Semmi. Akkor miért nem csinálja? Mert nem fontos. Bármikor nyitva van az ajtó előtted, bejössz, eljössz a gyerekeit, mondta. Meglátod, de oda nekem azt a srácot nem hozzá. Figyelj, nekem az semmi közöm, nem az én nevelt gyerekem. Ő maradjon otthon, te gyere le. Annyira szerető otthon marad a két gyerekkel, te meg eljössz. Nem, hát a Krisztián meg a kislány mindenképpen jön velem. Akkor hozd el őket is, szívesen lássuk. Niki, én annyira szeretem a gyerekeket, hogy még egy idegen gyereket is nagyon szívesen látok, hidd el. Tudod, te ezt nagyon jó, neked sem volt. De annyira ismersz nálunk. Már engem, hogy én rosszorod idegen gyereket is szeretek. Bántott téged valaki? Nem. Nem. Ugyanúgy megvettek neked is mindent, mint a gyerekeimnek. Neked csoki kellett, az asszony csokit vett neked. Így volt? Akkor miről beszélünk? Bántottalak én téged, Niki, vagy ártottam valamivel neked? Ne kérdezzél ilyeneket, mert nincs értelme. Félsz tőlem, vagy mi van? Katalin? Nem. Katalin, így nem kapunk válaszokat. Figyelj rám, Nikolett. Mi ez az egész? Mondjam meg. Őszintén, mert ennyivel tartozik mindenkinek, gyerekeinek, neked. Mi az oka, hogy ez így alakult? Nem tudom. De tudnia nem, kell. Tulajdonképpen ezt így pontosan nem tudnám megmondani. Sokáig figyelj. Nem mentem. Utána meg máminek. Figyelj rám! Nem, aztán meg mentek a de nem érdekel, ne, ezt felejtsük el. A veszekedés. Nem érdekel. Veszekedés szokott lenni, persze. De én ezt nem szeretem, én nem is akarom. De most gyerekekről beszélünk, nem érdekel maga, mit szeret és mit nem, ha szereti tejbe papit vagy nem. Hát épp azért úgy, nem akarok veszekedni. Az a fontos, hogy miért nem foglalkozik, miért dobta el magától négy gyereket? Hogy tud létezni úgy, hogy ott van négy gyerek, oda sem megy, nem is kíváncsi rá. Szívbeteg gyerekről van szó, ha valami nagy baj történik vele, ne adj Isten, hát te maga boldogan élne, és azon dolgozna, hogy következő gyerek megszülessen. Nem. Nem érti? Ez nem. Nem. Honnan tudna? Azon, hát mert már nem lesz következő. Párja mit szól hozzá? István. Jól mondom? Igen. Ő tud róla, hogy van négy gyereke? Tud, a nagyszülőknél? Tud. És mit szól hozzá, hogy maga sose látogatja meg őket? Ő nem avatkozik bele a dolgaimba, különösebbképpen. Nem avatkozik bele? Nem. Mert? Nem érzi fontosnak, hogy beleavatkozzon. Mert őszemszögéből nézve, nézze, egy ember azt mondja, hogy itt a párom, azért tudok benne bízni, mert milyen jó anya, milyen jó testvér, milyen jó gyerek, stb. Stb. Érdekes az. Én párom itt van, velem boldogan él, mindent megteszek, hogy én boldog legyek, kedvemben jár, de ott van az a négy gyerek, azzal nem foglalkozik. Hát milyen ember ez? Szoktam mondani őket. Jósi úr, adjunk el valamit. Niki, azt mondod, hogy a srác nem szól bele a dolgaidba. Míg Ferike kim volt, ugye a nevelő fia, vagyis nevelt fia. Ugye? Uh-huh. A Ferike meg akarta látogatni a kisgyereket, a Krisztián. Erre mit mondott a srác? Hogy oda nem mehet Ferike megnézni a saját édes gyerekét? Ez nem igaz. Azt mondta neki, hogy akkor jöjjön, amikor ő otthon van. Miért kell neki otthon lenni? Hát joga van a saját gyerekét, akkor is megnézem, hogyha száz ember. Jó, de hát... De miért kell neki az otthon lenni? Jön, amikor ő otthon van. Nem így adtátok. De miért kell neki otthon lennie? Azt mondta, hát az nem ő baj, szeretett volna otthon lenni. Az a baj, nem István a hibás, maga a hibás. Így van. Mert így hagyja, van. Hogy ez itt történjen. Így van. Mert eleve nem egy anyatigris típus, aki küzdön a gyerekeiért. Anyatigris. És akkor anya mindenki nyúl. Más anya dirigálhat. Egy anya sos engedne meg. Nikolett. A nagyszülőknek neki mindig hálás lehet ezért, hogy gyerekei jó helyen nem vannak, mondtam, hogy, nem hogy elvégzik hálás. A maga feladatát. Persze, jutalom, fantasztikus, a szeretettük, hogy négy, ők a szülők. A gyerekeinek a szülei itt ülnek, mert maga csak megszülte. Azért mondok ilyen erősen ezeket a szavakat, mert abban reménykedek, hogy ezáltal azt mondja, hogy igen, ez így igaz, és így nem helyes, szeretném a gyerekeim anyja lenni, anyjuk lenni. Így van? Így. Ha ez fölébred, akkor érdemes volt beszélgetni. Ha ugyanúgy folytatódik Nikolett, akkor csak abban reménykedek, hogy ha valaki netántán országban hasonlót csinál, mint ön, ő benne fölébred egy anyai érzés,
és másik 3, 4, 2, 1 gyereknek a élete megváltozik, akkor már megérte, hogy ezt mondtam. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Hamarosan folytatjuk!